Sziasztok! Shao Xingbe vagyunk. Ha véletlenül rosszul ejteném, akkor mutatom is. Ez a hely abból a szempontból érdekes, hogy Suzhou mellett a második leghosszabb történeti háttérrel rendelkezik. Ez a város 2500 évvel ezelőtt is már itt állt. Ezt nem mondom, hogy pontosan ugyanígy, de itt volt. Shao Xingben vagyunk, kicsit megfáradtunk az egész napos túrázásba és városnézésbe, úgyhogy megálltunk ebédelni ezen a csúcshelyen, Manónak a nagy örömére, mert alig bírta. Ezek az isteni kaják, amiket ettünk. Széknél vagyunk, most megyünk csónakázni, itt lesz a főemberünk. Ja, hogy üljek át oda? Oké. Okay. Okay. Hogy megijedtek? De billeg ez a szar. Hát a csónakok szoktak billegni. Manócska integes egyet. Ízlék. És oda fogunk még fölmenni a hegy tetejére. Megtaláljuk az utat. Biztos megtaláljuk. Sziasztok, Shaoxingban vagyunk, az Ízléknél. Hát a rossz hír az, hogy a napszemüvegemre nem nagyon van szükség, a jó hír az viszont, hogy nagyon gyönyörű minden. És nem semmi szakadó esőbe, én is éppen egy esernyő alatt állok, kuporogva a táskámmal, védve a fényképezőgépet. De hát ilyen az utazó élete. Egyszer fent, egyszer lent. Mindig Shaoxingben. Az időjáráshoz most sem kedvez nekünk. Van az az a réges városrész, ahol voltunk, ahol a falfestmények vannak a házakon, a fehér házakon.